Sziasztok, ez itt a Huawei Y330, egy nagyon barátságos belépőszintű telefon a Huawei-től. Éppen most indítottam el. A tetején látjátok, hogy egy bekapcsoló gomb, egy jack dugó. Ezen az oldalán találunk egy USB csatlakozót a töltéshez. A túloldalon pedig van egy hangosító gomb. És ennyi, borzalmasan egyszerű maga a készülék. A hátlapon látható, hogy egy darab kamerája van, az előlapi kamerát azt sajnos nélkülöznünk kell, illetőleg a vaku se került bele a készülékbe, sajnos ez nem fér bele, egy igen olcsó, vagy inkább ugyanon barátságos áru készülékről van szó. A készülék egyébként 480x800-as felbontással bír, 4.2-es Android fut rajta, a 2-es Emotion UI kinézette, vagy launcherrel, amit a Huawei fejlesztett. Ez egy iPhone vagy iOS-re emlékeztető launcher, ahol az AppDrawer az ki van hagyva, vagyis az alkalmazásaink azok kint laknak rögtön a kezdőképernyőn. Amit még tudni kell róla, két magos. Tehát ne várjuk azt, hogy hasítani fog rajta majd az Asphalt 8, meg egyéb borzalmasan bonyolult játékok. Magát, a készüléket, hogyha összehasonlítom, itt van egy Alcatel Vantage Fire készülék. Ez egy kicsit kisebb, mint a Huawei Y330. A buszolás egyébként azért tart most ennyi ideig, mert éppen egy resetet hajtottam végre rajta, hogy teljesen a gyári beállításokkal lássátok a készüléket. Mellé raktam egy másik végletet, ez egy Note 3, látható, hogy az Y330 majdnem fele akkora, mint a Note. Na, és akkor mostanra azt remélem, hogy be is töltődött. Egyébként azt kell róla még tudni, hogyha a hátlapot leszedem, akkor bele tudok tenni egy, keresek hozzá gyorsan magyar nyelvet, bele tudok tenni SIM-kártyát és memóriakártyát is, egyébként 2 GB tárhely van, ami megmaradt nekünk, ez azért borzasztóan kevés. Viszont cserébe egy csomó jó dolgot ad a Huawei. A következőből az lecsúszott, most mégis kihagyom, köszönöm. Gyorsan beállítottuk a szükséges beállításokat, és már készen is vagyunk. És meg is kaptuk a szokásos kezdőképernyőt, és az időjárás nem töltött be. Zseniálisan sikerült időzítenem, pont éjfél van, tehát a 0-0 az egy teljesen szabályos és adekvát időmegjelenítés. Telefon, kapunk egy kontakt, illetve SMS küldő, illetve a Play Store alkalmazást. Láthatóak az előre telepített alkalmazások, tulajdonképpen a teljes Google paletta rendelkezésünkre áll. Vannak különböző eszközeink, itt vannak a Google alkalmazások. Kapunk egy telefonmenedzsert, ami, hogyha gyorsan keresek egyet, akkor megmutatja, hogy hol van esetleg valami probléma, hol lehetne optimalizálni, milyen alkalmazások bezárásával tudnánk esetleg memóriát felszabadítani. 512 MB memória rendelkezésre, úgyhogy nem árt, hogyha ezt néha kipucoljuk. A legizgalmasabb dolog, Facebook, Twitter előtelepítve, az ez a kis ajándék, ami a Huawei-nek az ajándéka nekünk. 20 GB-ot kapunk a Bitkászától, hogyha itt regisztrálunk. Látod, ez egy exkluzív Huawei felhasználóknak szánt extra. Összességében azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon kellemes készülék, a Huawei Y330. Nagyon jó belépő szintű telefon sikerült a kínai gyártónak a kezünkbe adnia. A saját korlátaival, a 3 megapixeles kamerával, illetőleg
a vakunak a hiányával, műanyag és csak két magas, ugye kicsit mosolyogva mondom a csak két magost. Próbáljátok ki, játszatok vele, nyugodt szívvel ajánlom.